néhány nap múlva, pontosabban április 24-én indul a parlament elől, és egészen június elejéig tart az úgynevezett drog elleni maraton. Vendégeim dr. Lenkei Gábor író, Braun Mónika és Varga Xenia. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Köszönöm! Jó reggelt! Ez az első alkalom ilyen drog elleni maraton? Jó a kérdés, de ez nem az első alkalom. 2002-ben indult az első. Ja, akkor csak tavaly nem volt. Tavaly is volt, így van. Ez 2002-ben indult egy hagyományőrző maratonként, ami egy ország körüli futást jelent, és ténylegesen jó volt a bevezetés, ez a drogok ellen van, drogmentes Magyarországért maraton, országfutás a gyermekek jövőjéért, és ezt látható esetleg a pólónkon is, egyen pólóban jöttünk, a Szientológia Önkéntes Lelkészek szervezésében került sorra ez a maraton. Ezen sokan szoktak részt venni? Igen, nagyon sokan. Tehát idén már több mint 80 iskola jelentkezett, hogy csatlakozni szeretne. Tavaly is több ezeren. És akkor iskolák csapatokat állítanak ki? Igen, igen. Tehát ahogy itt mondjuk a képen is látható, ez a tavalyi székesfehérvári futás. Több száz gyerek fehér pólóban csatlakozott hozzánk, és így futottunk be a plázába. Mit lehet elérni egy ilyen maraton szervezésével? Mert ugye olyan mindig az emberek olyan kétkedve figyelik, hogy egy futóverseny, maratoni futóverseny a drog ellen. Nagyon sokat. Nagyon sokat el lehet érni, megdöbbentően sokat. A középső lányom 14 éves, ő érdekes dolgokat mesél, az iskolában már nagyon sokan drogoznak, osztálytársai. Van, akit a szülő szoktatott rá. Igen? És igen. Igen. Az az érdekes, hogy ezt a gyerekek egy vagány dolognak, jó bulinak tartják, és nincs igazi adatuk arról, hogy mit csinálnak. Azok az előadások, amiket gyerekeknek tartunk ebben a témában, megdöbbentően jó hatást váltanak ki. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, mert felhívja a figyelmet arra, hogy van itt egy kérdés, amivel foglalkozni kellene. Nagyon jó eredményeket lehet elérni. Azon kívül, hogy ilyen nagy futás van, futóverseny van, ugye miből derül ki az, hogy ez egy ilyen drogellenes akció? A feliratokon, pólókon és egyebeken kívül. Ez valójában minden egyes részletében látszik. Ez úgy néz ki maga a futás, hogy mennek a futók, mögötte van egy kísérőautó, egy futókísérőautó, óriási nagy táblákkal, hogy egy drogmentes Magyarországért maraton. Óriási torlódást szoktunk okozni, ahol nagyon sokan csatlakoznak hozzánk, már a közutakon is. És mindenki kisebb szakaszokon futnak. Folyamatosan futunk. De nem akik csatlakoznak, azok. Ja, így van. Tehát valaki beszáll, volt olyan, hogy jöttek autóval, kiugrott belőle egy pasas, többiek vezették tovább az autót, csatlakozott egy 100 méterre rendes utcai ruhában, mondta, hogy köszönöm, egyel többen vagytok a drogok ellen, és tovább ment. Tehát nagyon sok ilyen van. Ténylegesen az emberek tudják azt, hogy mi a drogok ellen futunk. Nagyon sok rádióban reggelenként be is mondják azt, hogy hol fut a drogmentes maraton, azért, hogy számítsanak arra, hogy mi ott lassítjuk a forgalmat, és hogy tudjanak csatlakozni. Úgyhogy ezt mindenképpen várjuk, hogy az emberek hallgassák, hogy hol futunk. És nagyon nagy szervező munka kell egy ilyen létrehozására? Igen. Mert hogy ez egy országos akció, ugye? Igen. Igen, nagyon nagy szervező munka kell, tehát több mint 1000 iskolának írtunk levelet idén is, tehát ugye van az útvonalunk, ahogy futunk, értesítettük a polgármesteri hivatalokat, 12 fős a csapatunk, ugye meg kell szervezni az anyagi hátterét ennek az egész akciónak. Akik futnak, azok akkor ilyenkor nem járnak suliba? Hát nem, mi már ugye kinőttünk az iskolából. Na de ha mondtátok, hogy iskolák jelentkeztek. Igen, azok, ugye mindig úgy van, hogy ugye délelőttönként ugye tanítás van, na most az iskolában is ugye van olyan testnevelési óra, van olyan, hogy ugye a tanárok azt mondják, hogy jó, egy fél órára, egy órára, abszolút nem probléma, hogy a gyerekek csatlakozzanak, hiszen itt olyan értékes információkat is kapnak, mert ugye nem csak futnak velünk, tehát nem az a lényeg csupán, hogy tegyenek valamit egy drogmentes Magyarországért, hanem ahogy itt az asztalon is látszik, vannak drogfelvilágosító füzetek. Különböző témában, tehát például a gyerekek és a drogok, ami azt a célt szolgálja, hogy a szülőkkel ismertessük meg, illetve a tanárokkal, hogy mik a drogok hatásai, és a gyerekeknek is különböző a heroinról, a fűről, az ecstasyról, hogy a tényleges adatokat tanulják meg a drogokkal kapcsolatban, és úgymond legyen valódi választási lehetőségük, hogy nem, én nem drogozom. Tehát általában ezt az eredményt szokta hozni.
Pontosan, illetve van még egy nagyon fontos akciónk, ez a drogmentes kapitány avatás. Ez egy érdekes dolog, tehát egy ilyen 7 pontból álló eskü, amit a gyerekek letesznek, és megígérik igazából azt, hogy nem fognak droghoz nyúlni, tanulnak a drogkáros hatásairól, lebeszélik a barátaikat, hogy droghoz nyúljanak. És ezt a gyerekek ott úgymond megfogadják maguknak és mások előtt is, és ez is egy nagyon fontos lépése a maratonnak, hogy már, ugye lehetséges, hogy később erre reméljük emlékezni fog. Tehát azért csináljuk ezt minden évben, hogy egyre tudatosabbak legyenek ezen a területen, és emlékezzenek a saját ígéretükre. Egy írót mi késztet arra, hogy mondjuk egy ilyen akcióba bekapcsolódjon? Hát egyfelől nagyon érdekel a téma, mert óriási felelőtlenséget tapasztalok ezen a területen. Sajnos magyar politikusok is, felelőtlen politikusok nyomják a drogok liberalizálását. Óriási károkat okozva ezzel szellemileg is és fizikailag is. Nem csak író vagyok, apuka is vagyok, van 3 gyermekem. A legnagyobb lányom már nem jár diszkóba, mert mindenhol drogot osztogatnak. Ahol megfordult, a középsőnek drogoznak az osztálytársai. A legkisebb még nem tud erről beszámolni, de egy barátom már beszámolt arról, hogy az óvodába, ahova a kislánya jár, 4 éves kislánya, LSD-s bélyegeket osztogattak a kerítésen keresztül. Hát én félek, lesz-e jövő? Meglátjuk minden esetre. Sok sikert kívánok nektek ez a maratonhoz, és azt, hogy minél többen kapcsolódjanak be egy ilyen futóversenybe, és főleg ahhoz, mert nem árt, hogyha jó idő is lesz erre. Tehát nem egy ilyen esős, borongós idő, mert azért minden esetre vidámabbak is lesznek a futók is, hogyha egy kicsit napsütés lesz, és jobb lesz az idő. Sok sikert még egyszer. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hölgyeim és uraim, másnapot látták, hallották, majd holnap is jelentkezünk ezzel a magazin műsorral. Én köszönöm 7 óra tartó figyelmüket. Minden jót, teljen szépen a napjuk, viszontlátásra!